Piszkos víz tört fel a 3-as metró alagútjában. A Klinikák és a Ferenciek tere közti szakaszon számoltak be reggel az érintett szakaszon utazók. Kiderült, hogy egy nagy nyomású tűzoltó vezeték tört el, amelynek kijavítása a Híradónknak nyilatkozó szakember szerint rövid idő alatt elhárítható. A BKV szerint egyébként csak szivárgott a víz. A reggeli csúcsban ennél nagyobb torlódást okozott az, hogy Újpesten váltóhiba miatt feltorlódtak a szerelvények, és egészen a Deák térig ért a kocsik sora. A Metroért Egyesület vezetője szerint a cső általában használaton kívül van, és mivel korrodálódik, ez okozta a törést. Amennyiben ez a csőtörés viszonylag nagy felületen, nagy keresztmetszeten történik, akkor a nagy nyomású víz fölspriccel az alagút falára, illetve akár az alagút tetejéig is, és onnan visszaverődik a vonatokra. A vonatoknak pedig ezeknek az orosz szerelvényeknek a szellőző rendszerén keresztül be tud jutni az utastérbe, és mivel a szellőző rendszer nem éppen patyolattiszta, hiszen nem is lehet az műszakilag sem, sajnos, ezáltal az utasok hát bizony szennyezett piszkos vizet kapnak a nyakukba. A hiba elhárítása nem hosszadalmas. Az érintett szakaszokon lezárják a tolózárakat, és ezáltal a vízutánpótlást elvágják a metró munkatársai. A víz pedig az alagút elvezető rendszerén távozik. Bíró Endre szerint ugyanakkor ma Újpesten egy váltóhiba borzolta a kedélyeket. Ma ugyanezzel a hiba jelenséggel egy időben az újpesti végállomáson egy váltóhiba is adódott, és ez viszont már torlódást okozott a közlekedésbe, és lelassulást okozott az Újpest irányába történő közlekedésbe. Föltorlódtak a vonatok gyakorlatilag az Arany János utcáig, Deák térig sokszor a reggeli csúcsban. A hiba kijavításán még dolgoznak a szakemberek.